Egyszer volt egy királyfi. Azt mondja az apjának, hogy ő nem akar meghalni. Fiam, aki született, annak halni is kell. Nem, de ő soha nem akar meghalni. Kimegyek halhatatlan országba. Olyan nincs, fiam. De van apám. Hallottam. Hát, ahogy neked jól esik. Felkészült a királyfi, ment évekről évekre. Egyszer talál egy rettenetes magas hegyet. Néz fel-fel a hegyre, annyinak látott valamit mozogni, mint egy veréb mozogna. Ő már ha ennyire gyött, hát megnézi, hogy mi lehet az. Felmegy a hegyre, évekről évekre ment a hegyre. Mikor felér a tetejére, ott van egy nagy óriás ember. Köszön az óriásnak, az fogadja. Mit keresel, királyfi, itt? Halhatatlan országot. Merre kell menni? De hát benne vagy. Ez a nagy hegy mán a halhatatlan ország. Hát maradj itt velem, mert úgyis ide rendel a halhatatlan királyné. Szeretnék a halhatatlan királynéval beszélni. Nevezd meg, merre kell oda menni. Ott van egy erdő, azon keresztül mész, majd ott megtalálod. Ment a királyfi, megtanálta az erdőt. Szép kastély az erdőbe, egy nagy szoba van ott, egy szép asszony ül a közepén, varroga. Mit keresel, királyfi? A halhatatlan királynőt. Ne menj oda, mert ide fog küldeni. Maradj itt velem. De én csak a halhatatlan királynéval szeretnék beszélni. Oda te nem tudod bejutni hozzá, mert három vaskapun kell bemenni. Most mind a három vaskapun három-három állat áll, a legvadabb állat. Noha nem akarsz itt maradni, adok neked három zsemlét. Ha a kapunál megtámadnak az állatok ebből a zsemjéből, adj neki mindegyiknek egy-egy kicsit, félreállnak az állatok. Kinyílik a vaskapu. Mire a harmadik kapu kinyílott, a halhatatlan királynő az udvar közepén állott. Kérde a királyfitól, mi járatban van? Hát én téged jöttelek megkeresni. Maradj itt velem. Ott maradt a királyfi. Vele. Telt múlt az idő, a királyfi mondja egyszer a halhatatlan királynénak. Hallod-e? Én elmennék haza. Hattam otthon két öreg szülőmet, megnézem, megvannak-e vagy sem. A halhatatlan királyné egyet kacag. Királyfi vagy, mégis buta vagy. Hát mit gondolsz te? Hány éve, hogy itt vagy? 3 éve. Már 3000 éve, hogy itt vagy. De azért nem foglak el. Adok neked egy pár cipőt, ezt vigyed magaddal, mert ember meg fog téged támadni. Mondjad az embernek, hogy mégy vele, azt húgsz fel ezt a cipőt. Na, a királyfi elindult. Megy, mendegélt, úgyhogy betanált ő a városba. De nem úgy állott a város, ahogy azelőtt. Kérdezi egyiktől másiktól, hogy nem esmerték-e ezt és ezt a nevű királyt. Nem. Senki sem. Kérdi a legöregebb ember. Ki itt a legöregebb? Ebbe a házba lakik egy 300 éves ember. Bemegyen hozzá. Bácsika, nem emlékszik az én apámra? Ó, fiam, nem is hallottam hírét se. Beesteledett, tanált egy szép kis tiszta szobát. Vitt oda magának szalmát, lefeküdt, elaludt. Reggel felébred, előtt áll egy ember. Köszön neki, az ember fogadja. Na te királyfi, 3000 esztendeje, hogy kereslek, most megtaláltalak. Gyere velem, mert már nagyon régen meg kellett volna neked halni. Várjál már! Felhúzta a cipőt, a cipő felkapta, vitte a királyfit. A halál nyomom mindenütt után. De csak nem bírtam megkapni a királyfi frakját. Mikor a halhatatlan királyné kastélyának faljához ért,
A halhatatlan királyné az udvaron állt. Kiállt a halálra. Ahhoz az emberhez ne nyúj! Majd én kimegyek, elintézem. Én ezt az embert felhajítom magasra. Azt majd gyűn lefele, ha kívülre esik a kerítésen, a tiéd. Ha belőre esik, akkor az enyém. Mikor a halhatatlan királyné felhajította a királyfit, akkor a halál táncol, tapsol, hogy kívülre esik. De mire leért? Belőre esett. Itt a halhatatlan királyné a halált rettenetesen elpirongatta onnat, hogy többet az ő országába be ne tegye a lábát, mert vége az életinek. A királyfi ott maradt, még most is élnek, ha meg nem halt.